Sziasztok, Fúj vagyok a Harcos Miró Klánból, és a most következő videóban a Mirást fogom nektek bemutatni. Mirás az első olyan Warframe, amit egy küldéssorozattal tudtok megszerezni. Megszerzéséhez a marketben található hidden message-et kell végigvinnetek. Mivel a quest egy rejtvényként mutatja be, hogy hol tudjátok megszerezni az alkotó részeit, így ez most egy spoiler lesz. A fejest a Marson az Olympus Exterminate küldésen tudjátok megszerezni. Ezután a system következik, amit a Saturnuson a Calypso Survival küldésen tudtok kiszedni. Végül a Sedna bolygón a Charybdis Hive küldésen tudjátok megszerezni a Cassist. Hogy folytatni tudjátok a küldéssorozatot, ahhoz mindig meg kell építenetek a darabokat. Legelőször magát a Hidden Message-ért kell összerakni, amihez Orokin chippelre van szükségetek. Ezeket a Vault Runokból tudjátok megszerezni. Majd ha megépült, kezdhetitek az alkotó részek farolását, amiket megépítve tudtok egymás után kiszedni, végül megépíteni az egészet. Nagyon fontos, hogy ha egyszer megcsináltatok a questet, többször nem fogjátok tudni, és ha eladjátok Redditnek a Warframe-et, akkor csak súlyos patronok árán tudtok újra hozzájutni. Így senkinek nem ajánlom, hogy kitörölje. Mirás dizájnja erősen hasonlít Harlequinre, így sokan azt hitték, hogy majd ezt a nevet fogja kapni. Harlequin a 16. században megjelenő komikus alak, aki a tréfa és a középkori performance megtestesítője volt. Végül a Mirás, vagyis a Délibáb nevet kapta, de a Harlequin fejformát azért megalkották a rajongók kedvéért. Nézzük, hogy képességei milyen formában tükrözik ezt a tréfás hasonlatot. Első képessége Hall of Mirrors, vagyis a tükörterem. Aktiváláskor Mirás holografikus tükröket idéz maga köré, maximálisan 4 ilyen hologram vesz körül. Ezek ugyanúgy mozognak, mint te, sőt szintén sebeznek, lőnek, viszont a sebzés bizonyos százalékát okozzák, ami persze növelhető. Képesek felvenni a földön lévő tárgyakat, valamint nem akadályoznak a mozgásban, a fal mellett is tudsz menni vele, egyszerűen eltűnik a falban. Augmentje Hall of Malevolence. Segítségével további sebzés bónuszt kapunk minden egyes megölt ellenség után, maximum 50%-ot. A képesség időtartamát duration modulokkal, a sebzés nagyságát pedig power modulokkal tudjátok növelni. Második képesség a Sleight of Hand, vagyis a bűvészmutatvány. Aktiváláskor a hatótávjában lévő interaktív tárgyakat, például ládákat, dobozokat, lőszereket és ajtók lézerét stb. Megbabonázza és különféle sebzéseket, hatásokat eredményez. Minden tárgyra más hatást gyakorol, ezek amúgy nagyon szépen le vannak írva mind a magyar, mind az angol Wikipédián. A képesség újra aktiválható, viszont a már egyszer megbabonázott tárgyon nem aktiválódik még egyszer. A hatás alatt lévő tárgyak a mirázs energia színén pulzálnak. A képesség augmentja az Explosive Legendomane. Segítségével késleltethető a lőszerek felrobbanása, valamint sebzés bónuszt is kapnak. Magyarán csak akkor fog felrobbanni, ha belesétál az ellenség. Személy szerint én feleslegesnek és hülyeségnek találom ezt a képességet, mivel a felvehető lőszereket megsemmisíti, ami endgame-eknél elég fontos tud lenni. Sokan a Mutation modulokat is használnak egy-két olyan fegyverhez, amik szinte zabálják a lőszert, na ez meg még fel is pusztítja ezeket. De ez az én véleményem, aki szeretné, az használja nyugodtan. A képesség időtartamát duration modulokkal, hatótávját range modulokkal, a sebzés nagyságát pedig power modulokkal tudjátok növelni. Harmadik képesség az Eclipse, vagyis a fogyatkozás. A képesség aktiválása után kétfajta képessége ruház fel minket. Ha árnyékban állunk, akkor ellenállóbbak leszünk a sebzések ellen és a ránk irányuló lövések is pontatlanabbak lesznek. Viszont ha fényben állunk, akkor sebzés bónuszt kapunk, ami kihat minden képességünkre és fegyverünkre is. A képesség minden pozícióváltásnál más és más lehet, függ attól, hogy fényben állunk-e, vagy takarásban. Az első képességre, azaz a hologramokra nincsen hatással a képesség. Augmentja a Total Eclipse. Segítségével a közelünkben lévő szövetségenk is megkapják a képesség bónuszait. Előszeretettel használják ezt az augmentet a Mag, Aimbur, Banshee társaságában, igen kemény pusztításokat lehet vele végezni. A képesség időtartamát duration modulokkal, a Total Eclipse Augment hatótávját range modulokkal, a sebzés bónusz nagyságát pedig power modulokkal tudjátok növelni. Utolsó képessége a Prism, vagyis a Prisma. Aktiváláskor Mirás egy olyan prizmát, ha jobban tetszik, gömböt alkot, ami útjára bocsátva 5 méter per szekundum sebességgel haladva lézersugarakat lövel ki magából. Ezek a sugarak körülbelül 4 másodpercenként rádióaktív sebzést okoznak. A képesség újraaktiváláskor pedig a gömb felrobban és megvakítja ellenfeleinket. A gömb a célkereszt irányába hagyja el minket, ezután irányíthatatlan. A falakról képes visszapattanni. Aktiváláskor energyt von el tőlünk, és ezután folyamatosan fogyasztja azt.
A képesség és vakítás időtartamát duration modulokkal, a hatótávját range modulokkal, a sebzés nagyságát pedig power modulokkal tudjátok növelni. Összegezve, Mirage egy kiváló sebzés osztó és támogató karakter tud lenni. Én leginkább a vakítás miatt használom például a raideken, de egy jó endgame-es squadban is ott van a helye a Total Eclipse-es buildjével. Igazi túlélőként is meg tudja állni a helyét, mindazok ellenére, hogy amúgy papír karakter, ha ügyesek vagytok vele. Szinte minden küldtésre ajánlom nektek, mivel igen sok oldalú képességei vannak. Még egyszer kiemelném, hogy ha már egyszer megszerzitek ezt a Warframe-et, ne váljatok meg tőle, mivel igen sokba fog kerülni az újonnan megszerzése. Ha egy kiváló sebzésosztó és támogató karaktert keresel, akkor a Mirage lesz a te Warframe-ed. Modolása nem kifejezetten nehéz, ha tudjuk, hogy mit is akarunk belőle építeni, nézzük is, hogy én hogyan csináltam. Nos, itt is van az A konfigurációm, először a polaritásokat elmondom nektek, alapjában véve van egy aura polaritás vonal polaritása, és van egy D és egy V polaritása, itt most más modul van benne, igen látom, tudok róla. Így megcsinálom nektek, hogy így jobb. Na, cseréljünk meg, így. Tehát itt is egy V polaritás van alapjában véve. Ez a buildem, amit a raiden szoktam használni, ez a ultis, vakítós build, ha jobban tetszik. A lényeg az, hogy minél jobb duration és minél nagyobb range legyen bele buildelve. Ezt lehet itt kiküszöbölni, hogy kisebb neuromindot raktok bele, egy 6-os neuromindot, hogy a range-ből ne vegyen nagyon-nagyon sokat, és akkor minél jobb hatótávban fog hatni az ultia. Ugye ennek a buildnek az a lényege, hogy nem a damage és az egyéb hatásaira fókuszál, hanem arra, hogy az ultit ugye amikor ellövöd, akkor és megnyomod még egyszer, akkor ugye robban egyet és vakít, és ezt minél tovább tegye, tehát minél tovább legyenek vakon, úgymond, és minél jobb hatótávon, úgyhogy egy kisebb neuromindal. Persze a duration hatására fog az menni, vagyis egy kevesebb durationotok lesz akkor, de nagyobb hatótávban fog ez működni. Ugye az overextended és a stretch adja meg a hatótávját, streamline az, hogy az kevesebbet kasztoljon, kevesebbet fogyasszon a maga az ulti aktiváláskor, vitality, ne az első lövésnél hajj meg, ugye a raiden az erős ellenfelek is jönnek, prime forward legyen energying, gantonyti meg megint a duration hatására kell. A naturál talentet úgy ki lehet cserélni akár rage modulra is, tehát ugye V-polaritás van, én két formát raktam bele, abban ezt elfelejtettem mondani az elején, raktam bele egy V-polaritást és egy vonalpolaritást. Natural talent helyett úgy rakhatok bele akár speed driftet is, ugye az is ad casting speedet és gyorsabban is tudtok menni, csak ez nem ad olyan sokat. A natural talent úgy azért kell bele, ez még az első Warframe szerintem, amin én használom és be is mutatom nektek, ez ugye casting speedet ad, tehát hamarabb meggyúrja úgymond azt a gömböt, az ultiát, én is szép folyamatosan így szoktam, hogy meggyúrja, tehát hogy hamarabb bekasztolja, mert úgy nagyon sokáig ott szórakozik és úgy készíti úgymond ezt a gömböt. Ennek a segítségével elég gyorsan és hamar működik. A Necrosnál még talán bemutattam nektek, vagy beszéltem arról, hogy gyorsabban integet, ennél ugyanúgy működik, tehát gyorsabban bekasztolja ezt a 4-es ability-t és az ultiát. Ez pedig a másik buildem, ez a Total Eclipse-es build, ennek annyi a lényege, hogy full power-es legyen. Egyelőre nincs benne a power driftet, nem raktam bele. Van ez, itt van power drift, ezt amúgy kicserélhetetek a vitality-re, csak ez necces, hogyha endgame-re mentek, vagy hogy tovább akartok menni, akkor ugye nagyon kevés lesz neki az élete, és az úgy nagyon rizikós, de ha egy jó Trinity menetetek van, és figyel rátok, akkor meg tud védni, akkor egy power drift-e még pluszban lehet adni hozzá damage-et, úgy lesz 299% ezzel a build-el a power-ed, a power strange-ed. Emeli mindenképpen kell egy Trinity amúgy, mert a Blind Rage miatt ugye nagyon sokba fog kerülni a kasztolása, de itt nem kell semmit csinálni, csak egyszerűen bekapcsolni az Eclipse képességet, és kész, odaállsz mellé, amellé, a társad mellé, aki fog gyilkolászni, ugye ezt ilyen supportálásnak szokták használni. Stretch-et raktam bele, hogy egy kicsit a Neuromindot ellenezzem, hogy azért annyira ne kelljen már a segget beállni, mert az nagyon leveszi a range-t, a hatótávját az Eclipse-nek, és nagyon közel kell menni. Egy nagyon picit javít rajta a Stretch, ugye ezt lehet növelni ennek a hatótávját. Általában úgy szokták, hogy a pod, mit tudom, egy defen a podra felugornak, egy voidba, felugrik a Mirage, mellé oda megy, akár egy mésza, azt nem is említettem nektek a bemutatómát, tehát a mészával is nagyon jókat lehet mészárolni. Úgyhogy ez működik, ez a kettő, tehát hatással van az ő augmentjére, azt hiszem pont az is van rajta, itt egy mészát láthatok, és ott van mellette a Mirage, tök jó, most veszem észre. Úgyhogy nagyon jól tud ez így működni, ez egy igen erős build. Eléggé fel fogva turbózni akár a mészát, vagy Aimbird, vagy a Banshee-t, akit említettem nektek. Nagyon sok power tud adni neki, úgyhogy ez is egy ilyen, ez a support buildem, ez a Total Eclipse-es build, amit én használok. Na próbáljátok ki mind a kettőt, remélem tudtam nektek segíteni, sziasztok!
A következő bemutatóban pedig a Limbót fogom nektek bemutatni, addig is legyetek jók, sziasztok! Ha 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 ha